Szevasztok srácok, november 15-e van, azaz, ma lesz a Magyarország-Svédország válogatott mérkőzés. Egyszerűen valószínűleg sok ember meg fog nézni, hogy mit is csinálok én itt a kamerával szemben. Annyira meleg nincsen, úgyhogy hát szerintem fázni fogok a meccs alatt. Ugyebár ma lesz Király Gábornak, meg Juhász Rolandnak, Hajnal Tamásnak, és azt hiszem Marcák Vilmosnak a búcsú meccse. Nem tudom, mennyit fogtok látni belőle, mennyit fogtok hallani, de hamarosan fogunk találkozni, és hajrá Magyarország! Szóval itt van közben a stadion mellettem, az előbb láthatottam pár képet. Nem lesz meleg. Azt hiszem, hogy el kell tudni könyvelni, sőt, biztos, hogy meg fogunk fagyni, mert már minden világít, mondjuk még a roló a büféknél le van húzva, de majd meglátjuk, mi lesz a meccsen. Sikerült bejutni végre, hát ne tudjátok meg, még mindig van 2 óra a meccsig, és már most meg vagyok fagyva, nem tudom, hogy mi lesz a meccs végéig, mert már megy a zene, úgyhogy próbálok most nem a közelébe menni. Mert azért hát a YouTube az ki fog velem babrálni másképp. Mindjárt fölmegyek a helyre, és akkor majd megmutatom, hogy hogyan is néz ki az egész kilátás, mondhatni. Úgyhogy lehet, hogy elmentem mellette, mert ott egy C4-es, úgyhogy arra megyek, és akkor majd mutatom a kilátást. És aki a helyére beáll, az a
13-as számú mezben szereplő Böge Dániel. Második góljuk szerzője a 9-es számú Izák Terén. Ez volt tehát a 2016-os futballév a magyar válogatott számára. Na srácok, ennyi lett volna a mai meccs. Illetve a vlog is, a hangom is elment a végére. Remélhetően nem fogok megfázni, úgyhogy most, amint hazaérek, rögtön be egy hatalmas adag C-vitaminnek mindenféle ilyen gyógyszer. Aztán hamarosan találkozunk. Hétvégén lesz egy szerintem vagány videó. Aztán azt hiszem jövő hétvégén play-t, de majd arról lesz még videó. Köszönjük, hogy itt voltatok. Tetszett, nyomjatok egy lájkot. És ha nem iratkoztatok fel, azt is megtehetitek. Hamarosan találkozunk. Én Lehel voltam, és sziasztok!